Több iskolában is kinevezett intézményvezető nélkül indul a tanév szeptemberben, írja a Népszava. A lap úgy tudja, ennek az az oka, hogy a belügyminisztérium a nyári szünet elején indoklás nélkül utasította vissza olyan igazgatók pályázatát, akiket a tantestületek, a szülők és a diákok is támogattak. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint politikai okok állnak a döntés hátterében. A 6. kerületi Kölcsey Ferenc gimnázium csak egyike azoknak az intézményeknek, ahol kinevezett intézményvezető nélkül indul a tanév szeptemberben. A belügyminisztérium ugyanis a nyári szünet elején indoklás nélkül utasította vissza olyan igazgatóknak a pályázatát, akiket a tantestületek, a szülők és a diákok is támogattak, tudta meg a Népszava. A lap szerint jellemzően olyan intézményekről van szó, ahol az utóbbi években többször volt valamilyen tiltakozás, például sztrájk vagy polgári engedetlenségi akció. Köztük van a kispesti Károlyi Mihály magyar-spanyol tannyelvű gimnázium, a rákospalotai Konyfa általános iskola és gimnázium, a bicskei Csokonai Vitéz Mihály általános iskola, illetve a székesfehérvári Vasvári Pál gimnázium is. A Népszava megkereste az érintett tankerületeket, hogy miként oldják meg a problémát. A válaszokból kiderül, hogy egyes helyeken még pályázatot sem írtak ki az intézmény vezetése, ilyen például a budapesti Kölcsey gimnázium. És ugyanez a helyzet a keletpesti tankerülethez tartozó Károlyi gimnáziumban is. Ezekben az iskolákban átmenetileg a helyettesek veszik át az igazgatói feladatokat. A rettenetes mértékű tanárhiányt még ezzel is tetézi a kormányzati intézkedés. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint inkább politikai, mintsem szakmai okok állnak egyes iskolaigazgatók pályázatának elutasításának hátterében. Nem kéri ki a tantestületek véleményét, és az is nagyon káros, hogy még csak tájékoztatási kötelezettségük sincsen. Tehát a tantestületek nem tudnak róla, hogy ki pályázik hozzájuk, kiket fognak, milyen indokok alapján kinevezni, és az is nagyon káros, és az is nagyon szomorú, hogy maguk a pályázók sem kapnak semmiféle indokot, hogy miért utasították el a pályázatukat, illetve miért fogadták el a pályázatukat. A szülői hangközösség képviselője arról beszélt, hogy a szülők szempontjából fontos, hogy egy olyan igazgató vezesse az iskolát, akit a tantestület is támogat és a diákok is szeretnek. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a mostani rendszerben csökkent a bizalom az igazgatók iránt. Az igazgató az, aki az iskola közösségét egyben tartja. Tehát a pedagógiai munka az nem csak egyéni munka, az lenne a jó, ha minél több intézményben a pedagógusok közösségként együtt tudnának működni, és ebben az igazgatónak kulcs szerepe van. Az, hogy mi az adott iskolában az alaphangulat, az nagy mértékben az igazgatón múlik. Ercse Kriszta oktatáskutató elmondta, az igazgató a közvetítő a tankerület és a tantestület között, ezért sem mindegy, hogy az állam meghosszabbított kezeként működik, vagy csak is az iskolai közösség érdekeit nézi és védi. Mi Magyarországon most történik, az tulajdonképpen a politikai komisszárok, azok, akiket a megfelelő pozícióba helyeznek, és akik politikai megszállás alatt tartják az iskolát, és gyakorlatilag hatalompolitikai szempontokat érvényesítenek. A belügyminisztérium még korábban azt közölte, hogy idén a tavaszi eljárás során 384 helyre érkezett iskolaigazgatói pályázat, ebből 337 esetben döntöttek a pályázatok elfogadásáról, 47 esetben viszont új pályázat kiírására lesz szükség.